köszöntelek benneteket. Jöjjetek, fogjuk össze kezünket a mindenható Isten színe előtt, és imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg együtt Istennek szent igéjét, ugyanígy az írva található, a Máté írása szerint való szent evangéliumnak a 15. fejezetében. A 15. fejezetnek a 21-től 28-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten szent igéje a megnevezett helyről, Máté evangéliumának a 15. fejezetéből, annak a 21-től 28-ig terjedő verseiből felolvassam kérlek benneteket, hogy figyelemmel és keresztény emberekhez illő lelki alázattal hallgassátok meg. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És akkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya, még abban az órában. Drága testvéreim, május első vasárnapja, anyák napja van. Áldott legyen minden édesanya és nagymama, akinek szívében egyetlen pillanatra sem hunyt ki a gyermekeik, unokáik iránti szeretet. Áldott legyen minden ölelő anyai kar, amely a keblére öleli, feltétel nélküli szeretettel azokat, akiket a Jóisten a gondjaikra bízott. Áldott legyen minden szülő,
aki szeretetét, az isteni szeretet tökéletességéhez igazítja, ahhoz a szeretethez, amelyről írva van, hogy nem rója fel a gonoszt, nem keresi a maga hasznát, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és főként soha el nem fogy. Drága testvéreim, kedves gyülekezet! Megelevenedik előttem sok-sok bibliai édesanyának az arca, a maga viselete, a jelleme, és hadd soroljak fel egy pár bibliai édesanyát, mindenik a maga módján a gyermekét menti, szeretetből cselekszik, elsőképpen talán álljon itt Mózesnek az édesanyja, aki a hatalomnak, a gyilkoló szándéka elől rejtegeti a maga gyermekét, majd egy idő után egy vesszőkosárba teszi, és a Nílus vizére helyezi, reábízva a gyermek életét, Isten gondviselő, megmentő szeretetére. De eszembe jut a pusztába kikergetett Hágárnak és gyermekének a keserű kiáltása, akiket kidobtak az otthonukból, akiket halálra szántak, de akiket megszánt irgalmából a mindenható Isten. És kirajzolódik előttem Rebekának a képe, aki a kisebbik fiával egy cselszövést visz véghez, a megvénhedett, meghomályosodott tekintetű Izsákot, a férjet és az édesapát csapják be, és a fivért, Ézsaut, azért, hogy megszerezhessék az első szülöttségi jogot, és az azzal járó jogokat, miközben elindítanak egy hosszú, keserű folyamatot, ami ellenségeskedést szerez két testvér között. És eszembe jut az alázatos szívű Anna, akinek nem adatott meg hosszú időn keresztül, hogy anyává váljon, emiatt nagyon sok csúfolódó beszédnek volt kitéve, megalázták őt, gúnyolódtak vele, de ő a maga szomorú szívével az Isten házába ment, imádságba ágyazta bele a kérési és a fogadalom tételét, ha a gyermekkel ajándékozza meg őt az Isten egész életére, az Úrnak szenteli azt. De eszünkbe juthat az új szövetségből Mária és József, akiknek szintén menekíteniük kell Heródes gyermekgyilkos szándéka elől a megszületett Jézus Egyiptomba viszik, oda szöknek, mert a gyermeket mindig menteni kell. Menteni
az életre, és mindig ezt teszik azok a szülők, akik tudják, mert a Bibliában írva van, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom. Nagy dolog anyának lenni. Nem érdem, hanem hivatás. És mint minden hivatás, ez is igen nagy felelősséggel jár. Nekünk anyáknak tudni kell, hogy a gyermek nem a tulajdonunk. A gyermek Istentől ránk bízott drága kincs, akit egy időre kapunk meg, hála legyen ezért a mi Urunknak. Boldog az az édesanya és az az édesapa, akit az isteni kegyelem ilyen nagy szolgálattal bíz meg. De tudjátok, eszembe jutnak gyülekezetbeli édesanyák, olyan édesanyák, akik a gyermekeikért küzdenek, harcolnak, megelevenedik előttem annak az édesanyának a síró tekintete, aki az utolsó arany ékszerét adta el azért, hogy börtönben lévő gyermekének élelmet tudjon küldeni. És megelevenedik előttem annak az édesanyának az elgyötört arca, aki kábítószeres gyerekéért az alkoholizmus szenvedélyébe merült gyermekéért, a bűn útjára tévedt gyermekéért vív hatalmas küzdelmet, imaharcot. És megelevenedik előttem az a szomorú ábrázatú édesanya is, akivel a kórházban találkoztam. Az én gyermekem is kórházban volt, az ő gyermeke is ugyanabban a szobában, és megvallotta, hogy noha csak 12 éves a gyermeke, de már 27 műtéten esett keresztül. Azt mondtam neki, gyere, imádkozzunk az Istenhez, kérjük az ő szabadítását és gyógyítását, és megvallotta nekem, nem tudok imádkozni. Én még soha nem imádkoztam. Nem baj, bátorítottam, csak fogd össze a két kezedet, és mondd utánam csendben azokat a szavakat, amelyeket én mondok, és meglátod, megterik a szíved békességgel, hálával, erővel, reménységgel. De eszembe jut az az édesanyja is, akinek az egyetlen gyermekét temettük el. Az ő megszomorodott, összetört tekintete, aki azt mondotta, hogy most már akkor tiszteletes asszony, én már nem vagyok édesanya. Sokféle édesanya van. Drága testvéreim, én ma egy olyan édesanyát hoztam előttökbe a Bibliából, aki azt hallja, hogy Jézus Krisztus és az ő tanítványai Tírus és Szidon vidékén járnak, ez egy pogány tartomány volt, ahova visszahúzódott Jézus a tanítványaival, ma így mondanánk, hogy
inkognitóban szeretett volna maradni, távol tartva magát Jézus azoktól, akik az ő hazájában gyűlölettel és ellenségesen viseltettek irányába. Talán Jézus is ezen a távolabbi vidéken szeretett volna erőt meríteni a további harchoz, és lám, mégsem maradt titokban az ő ott léte. Egy édesanya mindenképpen meghallotta, hogy ő azon a vidéken van, és ez az édesanya semmi pénzért nem mulasztotta volna el a lehetőséget, hogy felkeresse Jézust, utána szaladjon, elévesse magát, akár bolond módjára kiáltson, könyörögjön, hiszen életében nagy volt a baj. A leánya beteg volt, a gonosztól gyötörtetett. Ki más tudna segíteni rajta, mint az, aki azért jött, hogy a gonosznak a munkáit lerontsa. Jézushoz szaladt tehát, és hadd mondjam azt, hogy az akkori kor elgondolása szerint igencsak megbotránkoztató volt az ő viselkedése, hiszen mint asszony nem szólíthatott meg egy férfi embert. Ez megbotránkoztató volt az akkori korban. Aztán, mint pogány, kánaáni asszony, nem szólított meg egy izraelbeli tanítót. Kétszeres megbotránkoztatás is az, amit ez az asszony elkövett, de ez az asszony minden gátat félre söpör, mert a szeretet az ilyen. A szeretetet, amely a gyermekért küzd, nem állíthatja meg semmiféle emberi akadály. Tudja, hogy kihez kell menni a bánatával, kitől lehet, kitől érdemes kérni. És noha lehet, hogy sok mindent nem tudott Jézusról, de mégis úgy szólítja meg, ahogyan még Izraelben is csak kevesen szólították, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És tudjátok, hogy mi az első próbája ennek az asszonynak, amit ki kell állnia? Így hangzik a Bibliában, hogy Jézus nem válaszolt neki egy szót sem. Megtapasztaltuk már sokszor életünk folyamán, bizony kiáltunk, imádkozunk, és úgy érezzük, hogy nem érkezik az imádságainkra felelet. Jézus hallgat. És valamilyen rettenetes dolog, valamilyen kibírhatatlan fájdalom az, amikor hallgat az Isten, nem felel az Isten. Az ítélő, a feddő szó sem lehet rémítőbb, mint az, amikor hallgat az Isten, néma az Isten. A Bibliában találunk még olyan részt, ahol Jézus Krisztus hallgatásba burkolózik. Amikor Heródes elé viszik őt, és Heródes provokálja Jézust, hogy tegyen valami jelt, valami csodát, akkor Jézus
mélyen hallgat. Na de tudjuk, hogy az a kérés nem hittel párosult, inkább csúfondárossággal vegyülő kérés volt. Talán azt mondanánk, hogy ott helyén való volt Jézusnak a hallgatása, de itt, ahol egy kétségbe esett asszony közbenjáró kérésével borul oda elé, hogy nem indítja meg az Úr Jézus Krisztusnak a szívét. Milyen megdöbbentő, amikor nincs felelet. Miért burkolózik hallgatásba a beszélő Isten? Ez a kérdésünk. A könyörgő embert valljuk be, igenis nagyon nagy próbára teszi az a látszólagos süketség, amelybe beleütközik az imádsága. Mit lehet ilyenkor tenni? Az ige önmagáért beszél. Ez az asszony nem hagyja abba a könyörgést, a kérést. Ez az asszony tántoríthatatlan, buzgóságos, álhatatos, továbbra is kitart, továbbra is kér. Már annyira fohászkodik és kér, hogy a tanítványoknak válik terhükre ennek az asszonynak a maga viselete. És azt mondják Jézusnak, hogy bocsásd el, mert utánunk kiállt. Azt gondolnánk, hogy segítségére lesznek a könyörgésben. Azt gondolnánk, hogy imatársakká válnak ebben a könyörgésben. Milyen gyönyörű összeborulás lehetett volna ezzel az édesanyával együtt odavinni a beteg gyermekért való könyörgést az Úr Jézus Krisztus elé. De a tanítványok nem ezt teszik. Megdöbbent bennünket ez, mert aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy még a zsidók fő emberei is, vagy vénei közben jártak, akkor, amikor a pogány római százados beteg szolgájának a gyógyulása érdekében kellett Jézushoz fordulni. Még azok a zsidó főemberek, vagy vének is, akik Jézus Krisztusnak nem a barátai voltak, hanem ellenkezőleg az ellenfelei, még azok is közben jártak. De íme nem járnak közben a tanítványok, mintha azt mondanánk, hogy megbuknak a vizsgán ezek a tanítványok. Ők csak azt látják, hogy valami be nem ütemezett dolog történik most, valami olyan, ami megzavarja őket, a nyugalmukat. Ezt az asszonyt mindenképpen el kell távolítani, nincs más megoldás. Milyen önző tud lenni még a Jézus Krisztus közelében élő ember is az embertársával szemben. Szinte megdermesz bennünket ez a szemtelenség vagy közömbösség, ami a tanítványokból kiárad. Vajon mi magunk sokszor nem vagyunk-e ilyen emberek, akiket nem indít meg a mellettünk
élőnek a szenvedése, nyomorúsága, kiáltása, pedig Jézustól bizony erre van biztatásunk, hogy együtt sírjunk a sírókkal, és hogy egymás terhét hordozzuk ebben a világban. Mégis hányszor bukunk el ezen a vizsgán? A kéri asszony azonban nem hátrál meg. A kérő asszony azonban nem bátortalanodik el. A kérő asszony kiállja az Isten hallgatásának a próbáját is, mint ahogyan a többi próbát is kiállja. Jézus, amikor megszólal, akkor az ő küldetésének a titkáról beszél. Nem egyenesen az asszonyhoz mond szavakat, amelyek személyre szabottak, hanem valamit elmond magáról. Azt mondja Jézus, hogy nem küldettem, csak Izrael elveszett juhaihoz. A küldetéséről beszél. A küldetéséről, amely íme megvan szabva, hogy kik között kell mindenek előtt elvégeznie, Izrael fiai között, ott is az elveszetteket kell hívogatnia a pásztori szeretetnek. De Izrael nem fogadja el ezt a szeretetet, amely keresi ezt az isteni szeretetet, mert egy pillanatig sem vallotta volna be Izrael, hogy az elveszettség állapotában van, és hogy rá van utalva Istennek a bocsánatára, Istennek a szeretetére. Hát nem megdöbbentő, hogy egy pogány asszony egy pillanat alatt fel tudja mérni azt, amit írástudók sokasága nem tudott megérteni. Azt mondja ezután Jézusnak, nem csak, hogy Dávidnak fia, hanem leborul előtte, és már a leborulásával is jelzi, hogy bizony, ő Jézus isteni méltósága és hatalma előtt borul le, és így kiált hozzá, Uram, segíts rajtam! Egy pogány asszony, aki megérti azt, hogy itt nem csak Dávidnak a fia, hanem Isten fia van jelen, egy pillanat töredéki része alatt beépíti a maga hitébe azt, amit megértett, a maga Isten tiszteletébe, mert tovább már inkább imádság az, amit mond. Uram, légy segítségül nékem! Milyen gyönyörű kérni az emberektől is tudunk. De imádkozni egyedül csak az élő Istenhez imádkozhatunk. Drága testvéreim, kitartó a könyörgésemnek az asszonynak. Kitartó, és hogyha keressük ennek az okát, hogy miért ilyen kitartó, miért ilyen buzgó, nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy a leánya iránti szeretete fűtötte ezt az asszonyt. De mindjárt hozzá kell kapcsolnunk, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hite is hozzásegítette ehhez a leboruláshoz, ehhez az imádsághoz. Hitének a
próbára tevése, nehogy eltávolította volna őt az Úr Jézus Krisztustól, hanem egyenesen még inkább hozzá kötötte. Valljuk meg őszintén, amikor úgy érezzük, hogy az életünkben erőnket meghaladó betegségek, nyomorúságok, kudarcok, békétlenségek adódnak. Hány embernek keményedik meg úgy a szíve, hogy annál inkább eltávolodik az Istentől. De a hívő ember a nyomorúságban, a próbatételekben még inkább érzi, hogy rá van utalva Istennek az irgalmára és a szeretetére, nem távozhat el tőle, nem mehet máshoz, nem remélhet mástól gyógyulást. Ez az asszony továbbra is kitart, még akkor is, amikor Jézus egy következő mondatot mond, ami szinte vérfagyasztó, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az edeknek vetni. Ez a legnehezebb próbatétele ennek az asszonynak. Amikor megértő irgalom helyett látszólag újabb sebeket kap. Hányszor érezzük azt, hogy megértő irgalom helyett, szánalom helyett újabb sebeket kapunk, de ez az asszony ezt is vállalta, mert megértette azt, amit Jézus mondott, ha ő a küldött, akkor először azoknak kell megelégítetniük és jól lakniuk, akikhez küldte őt az Isten. Ez az asszony helyben hagyja Jézusnak a nagyon is fájó mondatát. Úgy van, Uram, tudomásul veszi. Elfogadom, hogy nincs nekem előtted, Istenem, semmiféle jogom, nincs nekem semmi érdemem, hogy bármit is kérhetnék én tőled, nem hivatkozhatok semmire, hiszen valóban olyan vagyok én, mint az oktalan állat. Igazad van, Uram, ha kutyának nevezel, mindegy, hogy az akkori szóhasználatban a zsidók nevezték így a pogányokat. Uram, én ezt is elfogadom tőled, de azt is tudom, hogy a kutyák sem halnak éhen. Azt is tudom, hogy az uraknak asztaláról aláhullanak a morzsák, és a kutyák a morzsákkal is beérik. Milyen csodálatos dolog ez, amit ez az asszony mond. Valahol szomorú, amit mond. Ha akarjuk, életes is az, amit mond, bár ő senkit nem szeretne megbántani. Hát, hogyha azok, akik fiak, szép prédálják az életnek a kenyerét, nem fogadják be maguk közé, vagy megtagadják, elutasítják, mi több keresztre feszítik, és ezzel még inkább szétmorzsolják.
De milyen csodálatos az Isten szép morzsolódó kegyelme, drága testvéreim! Mert mindig jönnek és jönni fognak az éhezők, a morzsákra vágók, akik tudják, hogy az Isten nagy kegyelméből elég egyetlen egy morzsán is, hogy az életünk meggyógyuljon, hogy az életünk helyreállítódjon. Ezért nyitjuk ki a Bibliát, ezért imádkozunk, hogy az ő áldott morzsája tápláljon bennünket örömünkben, bánatunkban, könnyhullatásaink vagy mosolyaink közepette, ezekkel a morzsákkal erősítse az Úristen a szívünket és a lelkünket. Drága testvéreim, mondhatnám azt is, hogy Jézus Krisztus megdöbbenéssel is, csodálattal is figyeli azt, ami ebben az asszonyban lejátszódik. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Jézus Krisztus észreveszi ennek az asszonynak a hitét. Értékeli ennek az asszonynak a kitartó, sokféle próbán keresztül menő, csiszolódó, drága hitét. Mert valóban hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki elé járul, annak hinnie kell ő benne, az ő hatalmában. És aki ilyen töretlen hittel borul az ő lábaihoz, annak hatalmas ígérete van. Hiszen maga Jézus Krisztus mondja: kérjetek, és adatik néktek, zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki zörget, annak megnyittatik. Drága testvéreim, ez az asszony egy csodálatos dolgot kap Jézustól. Nem csak a lánya számára való gyógyulás, hanem hitének a győzelmét. Károli Gáspár úgy fordítja, hogy menj el, és legyen a te akaratod szerint. És én elgondolkodtam rajta, hogy Istenem, hát azért a mi atyánkban úgy szoktuk imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod. És most Jézus Krisztus azt mondja, hogy legyen neked, asszony, a te akaratod szerint. Előtérbe engedi az Isten az emberi akaratot. Igen, ha ez az akarat belesimul ilyen hívő szívvel az Isten akaratába, ott Isten nem tagadja meg a választ. Ennek az asszonynak a gyermeke még abban az órában meggyógyult. Sokféleképpen gyógyít Jézus Krisztus. Van, amikor kezével érinti meg a beteget. Van, amikor isteni erő árad belőle, és úgy gyógyul meg valaki. És van, amikor elég csak az ő szava a gyógyuláshoz, a megtartatáshoz. És én ma ezt látom, hogy a mi gyógyulásainkhoz,
az igére, az ő szavára van szükségünk. Különösképpen akkor, hogyha nem csak gyermekeink testi gyógyulásáért könyörgünk, hanem lelki gyógyulásáért, hogy sok gyermek a bűnnek az útjáról megtérjen az Istenhez. Ehhez elég az ő szava. Csak egy szót szólj, mondja a pogány római százados, és meggyógyul az én szolgám. Pogány emberek szégyenítenek meg gyakran bennünket a hitnek az útján. De drága testvéreim, ne tántorodjunk meg, ne veszítsük el a bátorságunkat, édesanyánként, édesapánként, imádságunkban hordozzuk azokat, akiket reánk bízott az Isten, amíg megengedi nekünk az Isten. Mert az édesanyai szív, az édesapai szív nem hűlhet ki. De ha mégis megtörténne, erre nézve is ígéretünk van a Bibliában. Vajon megfeledkezhetik-e anya a gyermekéről? Ha ez meg is történne, mondja Isten, én te rólad meg nem feledkezem. Drága testvéreim, mi mindannyian gyermekek vagyunk. Mindenek előtt gyermekei az Istennek. Jézus Krisztusban megváltott, drága gyermekei, és akik neki szolgálnak, azokat az Isten megbecsüli. Kérlek benneteket, hittel, szeretettel végezzétek áldozatos szolgálatotokat, ahogyan sokan eddig is tettétek. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk. Kegyelmes atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk, alázattal borulunk eléd, tudva, hogy életünk minden ajándéka tőled száll alá. Az ölelő karok melege, a ki nem hűlő, szerető szívek befogadó és elfogadó gondviselése mind-mind tőled kapott áldott menedék. Áldunk téged, aki oltalma vagy minden hozzád érkezőnek, támogatója a betegeknek és a betegeiket gondozóknak, meghallgatója vagy a hitből fakadó, alázatosan könyörgőnek, irgalmazója vagy a bűnei miatt gyötrődőknek. Köszönjük, hogy imádságainkat eléd tárhatjuk, a magunk együgyű emberi hangján, és tudjuk, hogy te nem fordulsz el tőlünk. Figyelmesen meghallgatsz, és már készíted is a szabadulás örömpillanatait, melyeket aláhulló kegyelem morzsákként szedegethetünk össze. Köszönjük, hogy te vagy életünk őrizője. Az elveszetteket ma is kereső, drága pásztor. Segíts, hogy ne zárkózzunk el előled. Engedd, hogy a te határtalan szereteted ránk találjon, a te teremtő szavad újjá szűjjön élő reménységre. Eléd hozzuk örömünket és bánatunkat.
sikereinket és kudarcainkat. Kérünk, vizsgálj meg bennünket, állítsd helyre, ami egyéni és közösségi életünket. Te erősítsd a csüggedőt, te bátorítsd a lankadót, te hozd vissza a tőled eltávolodottat. Kétségeik és aggodalmaink között, Uram, növeld a mi hitünket. Add, hogy tekintetünket egy pillanatra se vegyük le rólad. Te legyél számunkra az út, az igazság és az élet. Te vezess mindannyiunkat mennyei hazánk felé. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentlélek Isten közösséget formáló és megtartó ereje legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Drága testvéreim, kérlek benneteket, hallgassátok meg a hirdetéseket. Múlt héten az emlékharang Vince Annók István 12. Asztalos Miklós 30., Asztalos Miklósné Dobai Anna 4., Csiszér Istvánné Balázs Zsuzsanna 6., idősebb Csiszér István 10., Pap Irén 10. és nagytiszteletű Viski Miklósné Pap Anna halálának 29. évfordulóján szólal meg. Illetve most a mai napon szólal meg, amikor ti hallgathatjátok a harangszót. Az alsó fermezei testvéreinknek hirdetem, hogy a szeretteikért, ha emlékharangot szeretnének húzatni, keressék Mátyás Zoltán presbiter testvérünket, aki felírja az adatokat és közli velünk, hogy hirdethessük, ő pedig elvégezhesse az igényelt szolgálatot. Hirdetem nektek, hogy múlt héten helyeztük nyugalomra özvegy Katóka Lászlóné Bunyi Ibolya 91 éves asszonytestvérünket, valamint Csatári Károly 94 éves férfi testvérünket. Krisztus így szólt Tamáshoz: hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondanéki: én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus: mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ez az ige szolgáljon minden emlékezőnek és gyászolónak vigasztalására. Múlt héten a következő adományok érkeztek: névtelen adakozó 140 lejt, névtelen adakozó 300 lejt, dr. Hidegkuti Erzsébet 150 lejt, Máté Márta 150 lejt, és Máté Zsolt 150 lejt adományozott egyházban.
egyházközségünknek. Köszönjük adományaitokat! Kedves testvéreim, Isten tiszteleteink közvetítését a gyülekezetünk honlapján és a YouTube csatornán Nagybánya Óváros címszó alatt találjátok meg, valamint Facebookon Bak Enikő, Bak László lelki pásztorok, valamint Pongrácz Panni nevéhez fűzve. Ha valaki személyesen intézné ügyeit egyházközségünkkel, annak tudnia kell, hogy a lelkipásztori hivatal nyitva tart a megszokott órarend szerint. 2-től péntekig, 9 órától 13 óráig. Szombaton 9 órától 12 óráig. Kedden és csütörtökön délután 5 órától 6 óráig. Továbbra is érdeklődhettek a 07 26 70 20 25-ös telefonszámon. A 2%-os adójóváírásra nyomtatványt a nagybanyaoref.ro honlapról, vagyis a Nagybánya Óvárosi Református Egyházközség honlapjáról tölthetitek le. Szeretettel várjuk adományaitokat a temetői kápolna tervének a kifizetéséhez. Kedves testvéreim, sok vita van a körül, hogy kinyithatjuk-e újra a templomainkat. Azt mindenki el kell mondanunk, hogy szégyent hallottunk Krisztus Urunk előtt, aki nemhogy nem került el a leprásokat, hanem megérintette őket. Reméljük, mi hamarabb találkozhatunk személyesen is. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymással. Lehetőségetek szerint tartózkodjatok azért a szabadban is, mert különben a bezártság és a napfény hiánya sokkal nagyobb ellenségünk lesz, mint maga a vírus. A Jóisten kegyelme, áldó szeretete legyen és maradjon veletek. Békesség Istentől!